Háborognak és oktatási reformokat sürgetnek a tanárok több közoktatási intézményben. Szerintük már az egész oktatási rendszer veszélyben van. Gond van az iskolák fenntartásával, üzemeltetésével, a diákok és a tanárok terhei pedig elviselhetetlen mértéket öltöttek állítólag. Vendégünk a témában Rétfári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Jó reggelt kívánok! Szép reggelt kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tegnap valamelyik híradásban hallottam annak a lehetőségéről, hogy a közoktatási államtitkárnak, Cunyini Berta Juditnak távoznia kell. Ezt megerősíti, vagy megcáfolja államtitkár úr? Ugyanúgy dolgozik, mint korábban, éppen Londonban volt, és a magyar közoktatásban a különböző digitális fejlesztésnek a sikeréről számolt be. Azt hiszem ez is nagyon fontos, hogy végre most már a digitális, elektronikus számítógépes képzések is, vagy kompetenciáknak a javítása is annyira olyan eredményeket tudott elérni, amiket már Londonban is be lehet mutatni. Ez történt Londonban, de ettől függetlenül felmerült ennek a lehetősége? Nem, ugyanúgy dolgozik tovább, mint korábban. Tehát nem merült fel? Nem, ugyanúgy dolgozik, mint korábban. Nem kérdezzem meg akkor még egyszer, mert jó, menjünk tovább akkor. Mihez kezd viszont a közeljövőben? Most azért kérdezem ezt, hogy a közeljövőben szó szerint az oktatási, a közoktatási rendszerrel a kormányzat. Az elmúlt időszakban két olyan terület volt, amitől folyamatosan hangos volt a sajtó, az egészségügy, illetve a közoktatás. Látja ön is, hogy rengeteg probléma van. Hogyan próbálják ezt kezelni? Nyilván ez az a két terület, ami általában minden ciklusban nagyon a fókuszban van, hiszen ez az, ami mindenkit érint, mindenkinek van róla véleménye, a gyereke iskolába járnak, esetleg a szüleit kórházba kell vinni, akkor mindenkinek vannak olyan benyomásai, amik alapján kialakul egy vélemény. De kétségtelen, hogy itt egy nagyon fontos volt egy konzultációs sorozatnak, egy egyeztetés sorozatnak az elindítása, mert mi is láttuk, hogy mi az a klikben, ami túl bürokratizált, vagy mi az, amiről különböző pedagógus szervezetekkel egyeztetni kell. Ezért ülünk rá hétről hétre ezekkel a szervezetekkel, a szakszervezetekkel. Ezen a héten is volt egyeztetés, jövő héten is. Annak a megbeszélés sorozatnak elsősorban különböző munkajogi alkalmazási kérdések vannak a fókuszában. Általában arról beszélünk, ami a pedagógusoknak ezt a munkajogi helyzetét illeti. A másik irány pedig a pedagógus karral való szakmai egyeztetés, az pedig elsősorban arról szól, hogy hogyan lehet az adminisztratív terheket csökkenteni a pedagógusoknál, hogy tényleg ne könyvelniük kelljen kvázi, hogy mit csinálnak, hanem hogy a gyerekekkel tudjanak többet foglalkozni. Itt ugye már az első részeredmények meg is jöttek, az önértékelés nem két évente kell a pedagógusoknak megtenni, hanem öt évente. Magyarul ezt az adminisztratív munkát, ez csak harmadannyira terheli őket, nem kell olyan sűrűn csinálni, hanem ritkábban megtehetik, ez nekik egy könnyítés. Nyilván van valamiféle minősítésre, értékelésre szükség van, hogy kiderüljön, ki ez a pedagógus, aki jobban dolgozik, ki az, aki az átlagtól esetleg lemaradt, tehát ez mindenképpen objektíve szükséges, de nem kell túlterhelni a pedagógusokat, ezért meg a pedagógus karra, meg a gyerekeket sem, pedagógus karra ezért arra jutottunk, hogy ezt ritkítsuk például, és még lesznek további ilyen javaslataink, és ezt közösen az összes pedagógust képviselő pedagógus karra közösen dolgozzuk ki. Valószínűleg az emberek többsége államtitkár úr azt vélelmezi, azt feltételezi, hogy az államtitkárságon vagy a kormányzaton belül is kellett látniuk azokat a folyamatokat, amik ebbe az irányba mentek el, magyarán szóval, hogy elégedetlenné válnak a közoktatásban dolgozók, illetve talán részben ugye a résztvevők is, maguk a tanulók. Itt van a Herman Otto gimnáziumnak ugye a felvetése, illetve az a petíció sorozat, amit ugye emlékeim szerint több mint 100 intézmény írt eddig alá, ugye? Körülbelül. Ebben adnak ugye hangot annak, hogy ez a folyamat aztán végképp nem megy jó irányba. Tulajdonképpen most mi lenne a legsürgetőbb? Oké, említette, hogy az önértékelés nem kettő, hanem öt évente kell megírnia, de ennél jóval nagyobb problémák vannak, finanszírozási problémák vannak. Továbbra is kevésnek tartják a pedagógusok ugye a saját fizetésüket. Ezeken a területeken hogyan próbálnak javítani? A pedagógusok fizetése volt az első, amit a kormány életpálya modellel kívánt megemelni. Meg is tettük, hogy eddig több mint 200 milliárd forint plusz, amit a klik révén a pedagógusok bérre fordítottunk. Az idei évben is 34 milliárd forint az a plusz, amit tavalyhoz képest költünk pedagógus bérekre. Szerintem sokan szeretnének szintén ilyen körbe kerülni, ahol ilyen magas forrásokat biztosít a kormány, és ezt visszük tovább, hiszen tudjuk, hogy jövőre is ugyanúgy emelkedni fog a pedagógusoknak a bére. Tehát itt egy 4 éves folyamatos béremelkedést látunk, és azért tettük ezt, mert nyilván szeretnénk, hogyha a gyerekeknek minél jobb színvonul lenne az oktatás, az a nevelés, ami az
iskolákban folyik, és tudjuk, hogyha magasabb színvonal oktatás nevelést várunk el, már pedig arra mindenki gondolja, hogy és egyetért, hogy szükség van, akkor ehhez magasabb pedagógus béreket kell fizetni, ösztöndíjakat adunk a pedagógus képzésben, ez az egyik alapja ennek. De nyilván emellett, hogyha létrejöttek olyan a pedagógusok számára fölösleges, vagy túl nagy, vagy túl sűrű bürokratikus munkát előíró szabályok az elmúlt években, amelyek nehezítik a gyerekekkel való foglalkozást, akkor ezeket a következő hetek tárgyalása során le fogjuk építeni. Van még egy témánk, ugye az elmúlt napokban exponálta magát ebben az ügyben, ami egyébként mondhatjuk azt, hogy fontos is. Persze nem végződött jól, ugye egészen pontosan arról van szó, hogy Magyarországon több ezer kiskorú menekült gyermek van, akiknek nyilván az ellátása rengeteg pénzbe kerül. Ugye odafordultunk, vagy fordultunk az Európai Unióhoz segítségért, adjanak pénzt, nemes egyszerűséggel fogalmazva, és elutasították ezt. Ennek az okát tudjuk, hogy miért? Ez egy újabb nagy csalódás szerintem az Európai Unióban Magyarország részéről, hiszen egy tőmondattal utasították el, hogy Magyarországon az ő megítélésük szerint az a vészhelyzet az nem állt fönn, vagy ez a válsághelyzet, amiben ez az alap, hiszen van az uniónak egy külön migrációs alapja, ami direkt ilyen célra tud támogatások adni, és az a vészhelyzet, amit ők úgy gondolnak, hogy az nem állt fönn Magyarországon, miközben 8000 gyereket hoztak át tavaly a határon, nem hoztak át pontosan ez a lényeg, hanem jött át, mert hátrahagyták a szülei, vagy maga indult el. 3500 gyerek került be a magyar ellátotti rendszerbe. Ugye ez egy eléggé kicsi rendszer. Bocsánat, sokkal többi 5000-rel mi történt? Hát a többit azok a gyerekek, tehát vagy a szüleik továbbvitték, vagy az idősebb testvéreik továbbvitték, általában mindenki tovább ment, de ettől függetlenül hetekig, hónapokig Magyarországon 6-szoros kapacitással láttuk el ezeket a gyerekeket, mert azt mondtuk, hogy aki Magyarországon született gyerek, vagy nem Magyarországon született gyerek, ugyanarra jogosult. Semmifajta különbség nem volt, hogy ez most egy bevándorló gyerek, vagy egy magyar gyerek, ugyanazt az ellátást kapta, csak nyilván speciális étrendet kapott, tolmácsokat, különböző pszichiátereket, mentálhigiénés szakembereket is a Fóti táborba, ahol voltak ezek a gyerekek. Oda hívtunk, hogy megfelelő ellátást kapjanak. Önök forintosították egyébként azt az összeget, ami ennek a több ezer kisgyereknek az ellátására, élelmezésére fordított Magyarország? Összességében az Uniótól 3,6 millió eurót kértünk, ami kb. 1,2 milliárd forint. Összességében a bevándorlás kapcsán humanitárius célra, tehát szállásra, étkeztetésre 5,5 milliárd forintot fordítottunk, és azt vártuk, hogy ezeknek a költségeknek legalább egy részét megkapjuk az Uniótól, de még szimbolikusan, jelképesen 1%-át sem kaptuk meg annak, amit az idebejövő gyerekeknek az ellátására fordítottunk, míg más országok kapnak ebből az alapból. Hát bízunk benne, akkor legközelebb, hogy úgy találkozunk majd, hogy ez a pénz megérkezett Magyarországra. Köszönöm szépen, hogy itt volt.